ahol az ember tud elsősorban a saját környezetét, utána pedig lenne a nem messze lévő dolgokat kell rendbe tenni. Elsősorban zöld növények jönnek ki, mert sajnos a terület olyan, hogy az altalajzat az nem megfelelő arra, hogy más legyen, mert a építkezés során itt sittel tele lett rakva, itt lett a sitt elhelyezve, úgyhogy nem a legjobb a termőtalaj, de ezek a szívósabb növényzetek, elsősorban a páfrány az nagyon kellemes és szereti a helyet, egy-két rózsa, közben egy ilyen tavaszi virágok, kezdve a hóvirágtól, gyöngyvirágon, ibolyán keresztül mindenféle megtalálható. Az összes emberiség sokkal jobb állapotban tud lenni, hogyha a környezetét tudja rendben tartani.